Sziasztok a Luhádecők, a pizzás pajtásotok, és most egy nagyon különleges pizzát fogok nektek készíteni, ugyanis van egy nagyon régi kedves ismerősöm, akivel rég nem találkoztunk, és hát látta a pizzás videókat is, meg hát én felálltam neki, hogy mit szólnál, hogyha megpizzáztatnálak, és akkor mondta, hogy ez nem lesz könnyű, mert hogy kiderült, hogy egy csomó mindenre érzékeny, és hát én meg szeretem a kihívásokat, úgyhogy olyan pizzát fogunk most készíteni, ami egyrészt gluten-free, tejfehérjementes, laktózmentes, még a hisztamin érzékenyeknek is megfelel, és elmondta Zsolti barátom, aki itt van velem egyébként, és mondta, hogy inkább átküldi azt, hogy mi az, ami tehet, biztosan, és akkor abból alkossunk egy pizzát. Hál' Istennek a Violife sajtot az teheti. Na nézzétek meg, itt vannak az alapanyagok, itt van ez a kis cheddar verziója a Violife-nak, akkor van ez a original flavor, ami for pizzás, tehát hogy a pizza készítéshez is javasolt. Ugye itt van a stagioni lisztünk, és itt van még néhány alapanyag, ami rábólintott. Azt mondta, hogy cukkini jó, és képzeljétek, ezt szereztem citromsárga cukkinit, aminek ilyen baromi jó színe van, úgyhogy ilyen citromsárgás cukkinis alap lesz. Akkor van egy kis brokkolink, itt van ugye a cheddaros Violife-unk, van egy kis kápiánk két színben, meg egy kis szintén, ugye ez a pizzás cheddarunk, pizzás Violife-unk. Itt van a rizslisztünk, ugye a rizslisztet nem fogunk nyújtani, úgyhogy minden rendkívül precízen el lett takarítva, hogy a nagy ilyen extrém glutén, Zsolt, egyébként extrém glutén érzékeny vagy? Nem extrém. Nem extrém, jó, hál' Istennek. Egyébként volt egy, van egy ételmes barátom, és mondta, hogy jönnek a glutén érzékenyek, és azt mondja, az, aki ilyen extrém glutén érzékeny, az általában nem is eszik étteremben soha, mert nem kockáztat azért, hogy bármi belekerülhetett. És inkább úgy van vele, hogy akkor magának készít ételt. Úgyhogy sokszor van azt mondja, hogy glutén érzékeny, hogy nincs jó, akkor jó, sima is. Tehát általában azt tudja mindenki, hogy mit tud tolerálni a szervezete. Mindenesetre én most itt fölkészültem, mindent letakarítottam, puceváltam mindent, hogy egy gyönyörű szépen gluténmentes legyen. A teljes szett, így egy órát égettem 500 fokon a sütőt is, úgyhogy semmilyen maradék nem lehet, ami gluténos. Na gyere ide, talán nézzük meg, hogy kiszedjük bele ezt a tésztát, ezt a stagionit, ami egyébként 10 órát volt hűtőbe, meg 10 órát volt szobahőn is, és lettek jó kis bubik is, és ez valamilyen nem akar ilyen könnyen kimászni az üvegből, a műanyagból jobban kimászott. Na így néz ki, és próbálunk egy ilyen kis kerek pizza formát formázni belőle. És arra figyeljetek, hogy amikor elkezditek kinyújtani, a kornicsónéra nagyon figyeljetek, hogy ha azt egyszer összenyomjátok, akkor az elment a hajó. Úgyhogy nagyon finom kézmozdulatokkal próbáljátok meg, hogy a szélét megőrizd. Mert akkor őrzi meg a pizza formáját. Inkább belülről haladj kifelé, és úgy próbálj meg egy ilyen körformát. Néha egy kicsit megemelitek, hogy ne az legyen, hogy leragad az aljára, és akkor kitéped egy kicsit. Egyébként ez még a gluténmentes lisztek közül, ez a stagioni szerintem a legjobban kezelhető lisztfajta, ugyanis ez bizonyos fajta rugalmassággal rendelkezik. Hát az olaszoknak azért nem kell a szomszédba menni, egy jó pizza lisztet kell csinálni, de többen azért ők elég jók, és bizonyos fajta rugalmasságot élvez, tehát nem kell tepsis pizzát csinálnod szinte, hogy nem kell egy ilyen kanállal kikenned valami szörnyedvényt, mert azért megmondom nektek őszintén, hogy az interneten azért elég szörnyű dolgokat látok gluténmentes pizzák címszó alatt, de szerintem aki glutén érzékeny, az pontosan tudja, mik vannak fönt anyagok, és annál azért sokkal finomabb és egy gusztusosabb dologra készülök itt. Hát annyira szép kereket, mint a takács, ami barátom szerintem nem fog tudni alakítani, de azért rajta leszek. Úgyhogy legyen egy kis kornicsónénk, és na, szerintem nagyjából meg is vagyunk. Így, látjátok, milyen szépen lehet vele dolgozni? Hogy meg lehet így emelni, látjátok? Így. És próbálok egy kicsit kerekíteni még rajta, hogy meg legyen a kis pizza hangulatunk. Minden együttérzéssel a glutén érzékenyek felé. Na, rájön ez a kis citromsárga cukkini. Így.
Egyébként ez úgy készült, hogy megpároltam egy ilyen tefálos zöldségpárolóba, körülbelül egy ilyen 18 percet pároltam. Egy nagyon pici só került bele, és egy picike kis bors, egész picike halvány. Hogy egy kis ízvilág legyen. És ugye most lenne ez a pont, hogy szívem szerint raknak bele egy kis olajat, de nem teszünk rá olajat, majd csak utána. Így van, Zsolt? Így van. Akkor megy el egy kis brokkoli. Én mondtam, hogy brokkoli lehet rá. Úgyhogy arra gondoltam, hogy vágunk legalább egy 5 szeletet belőle, és akkor egy 5 brokkolit rápatintok, hogy minden szeletre jusson egy kis brokkoli. Rakunk ebből a kis színes paprikából is. Így. Az is ad egy kicsit gazdagabb ízvilágot neki. Az meg egészséges is nagyon. A vitamin. És így, és most akkor rárakjuk a sajtot. Hát úgy érkeztem, hogy először rakok rá ebből a sima pizzásból. Utána majd fogunk rakni a cheddarosból is, hogy kicsit kavarjuk a színvilágot. Így, lehet, hogy szélére rakok egy picit többet ebből a sárgából. A cheddaros ízvilágból. Így. És be is pattintjuk a sütőbe, és a szokásos kis 1 perc alatt megpróbáljuk kisütni. Jó? Na. Így nézünk ki. Kicsit igazítunk még rajta. Ez hál' Istennek olyan tészta, hogy kicsit hagyja, hogy még mókolj vele. Így, na most fogjuk és bevetjük a tésztácskánkat. Így, a szilendőben ledönt, hogy jók legyenek a fények a forgatásnál, így, azaz, elindítjuk a stoppert 1 percnél, és megnézzük, hogy mi történik, picit bezumolunk rá, így, és lássuk, hogy hogyan alakul a cornicione, szépen vastagodik-e. Egyébként szokott egy picikét, egy ilyen 30%-ot általában szokott ez a cornicione nőni. Úgyhogy valahogy úgy megoldották az olaszok ezt a jó kis lisztet, hogy tényleg van egy ilyen nagyon kis, hát ha nem is nápolyi, de római hangulatunk a pizza tekintetében. Na, 40 szekésül, úgyhogy alakul. Egyébként ezek a növényi sajtok egyébként ezt a hőkezelést, ezt a hosszú távú hőkezelést annyira nem bírják jól, úgyhogy pont jó ez a nagy hő, mert így nagyjából 1 perc 10, 1 perc 15 alatt még nem égnek meg különösebben, de megsül a tészta, úgyhogy egy ilyen egészséges arányt el tudunk érni. Most telt le az 1 perc, úgyhogy még egy picikét várunk, hogy süljön, és kicsit barnuljon, jobb legyen a színe, és akkor látom, most egy kicsit bugyog a feltét. Most már barnul a tészta is, úgyhogy lassan jók is vagyunk, úgyhogy ki is kapom. Na. Így. Fölhúztunk. Egy kis fényük. Na és itt van, gyerekek, egy kis csodaszép kis nápolyi stílusú római mindenmentes pizzánk. Már jól néz ki. Na, tetszik? Ez tetszik? A élmény. Hát ez nem hasonlít egy hagyományos gluténhes pizzához, mert azok sokkal laposabbak szoktak lenni, meg nagyon kemény szokott lenni általában a tésztájuk, és ugye majd fogod látni, inkább hagyni kell egy 30-40 szeket egyébként, hogy kicsit kicsapja a párát, mert az nem jó az ízvilágnak annyira. Úgyhogy is utána még egy picikét még feltét. Lekvárt se jetsz egyébként? Nem. Jó, akkor jön még a kis, hogy megbeszéltünk, hogy rakhatunk rá egy kis szarvasgombás olajat. Olival valami. Az. Így. És kíváncsiak majd, hogy tetszik neked ez az ízvilág. Szerintem ez a szarvasgombás, ez a speron, ez egyik legjobb olaj. Ott van, hogy extra szűz oliva. Igen. Na, húzzuk át, és akkor szerintem nagyjából kicsapta a párát.
És akkor fölvágjuk. Még lehet, hogy rakok rá egy kis díszítést. Mit szólsz? Ó, az mehet rá? Friss zöld. Ez is mindig jó. Nincs. Nekünk felváltva ilyet és olyat is. Nincs. Hogy minél egészségesebb legyen. Nincs. A gyerekek, én nem vagyok még egy ilyen pomodóros szakács, aki ilyen nagyon-nagyon művészien tud feltétezni, de az igyekszem, hogy mindenképp egy ilyen jó kis egészséges élményt tudjunk szerezni. Na, nézzük meg a kornicsónét, hogy hogy sikerült. Hú, ma most érezni gyerekek, itt picikét halljátok, ropog is? Igen. Kis ropogosság van. Na nézzük meg, hogy milyen lett a kornicsóne, ahhoz képest, hogy egy glutén free pizzáról beszélünk, nézzétek csak. Gyönyörű szerintem a maga a tésztának az abroncsa. Na, megünk itt is bele szépen, így. Vegyetek egy jó kis szabóllót, aminek jó erős a pengéje, és akkor szépen lehet megjeleníteni, hogy milyen lett. Az alja is szép, nézzétek csak, milyen szépen meg van sülve. Így. Úgyhogy lehet, hogy egy picit majd még hagyjuk állni, hogy utána meg tudod majd kóstolni, mert az sem jó, ha nagyon forró. Nézzétek. Szerintem kis babás lett. Na, most álltsuk meg egy pillanat. Szóval Zsozsókám, akkor kóstoljuk meg, hogy milyen. Talán hűlt ma annyit, ha nem lesz tűzforró. Ugyan elmondtad, Laci, hogy az olaszok hogy eszik, de én most sajátos módon. Ahogy jól esik. Pizzát kézzel lehet enni, úgyhogy... Igen, így van. Úgyhogy... Nem túl forró? Azért egyéb meg egy szeretet, mielőtt véleményt mondasz, hogy jussanak kicsit a kornicsónéból, és ugye ezt hívják olaszul kornicsónének, az abroncsokat gyakorlatilag. Én már rögtön a szélét ennél. Milyen egyébként ennek a csedáros, sajtos kombónak az ízvilága? Cukkini. Nekem harmonikus, én nagyon szeretem az, ami harmonikus és tömény, mondjuk a pizza, egyébként nagy pizzás vagyok. Ez egy tömény és harmonikus ízvilág, nekem olyan értelemben tömény, hogy laktató. Ismertem egyébként ezeket a sajtokat, szoktam használni. De megmondom őszintén, hogy ilyen, ugye gluténmenteseket ettem régebben sokféle, de ezt, ilyet még nem. Mennyire könnyű a tésztája? De ugye, hogy egy kicsit a lápolyi hangulat. Tudod, hogy mit kell kérdezni, mert pont ezt akartam mondani, hogy meg gondolkodtam azon, hogy mitől más ahhoz képest, amit ettem, gluténmentes lisztekből készült. És ez egy ilyen könnyű levegős. Nagyon jó fogalmazta. Ez a nápolynak a lényege. A nápolyi pizzának, hogy könnyű levegős. Mikor megemelted, hát, lehajlott egy picit. Ha nem raktad volna az ujjadat, ugye a szeletnek, akkor szépen lehajlott volna. Mert ugye az a célja a nápolyi technológiának, tésztavezetésnek, hogy hosszú keresztésű legyen. Tehát, hogy ugye az éreztőgombák elvégezzék azt, amit a gyomornak kellene, fáradtságos munkával, és ezáltal nagyon könnyen emészthető, és nem hízlal. Tehát azok a tészták hízlalnak, ami ugye, mert azt nagyon kevesen tudják, hogy egy tésztának nem csak megkelnie kell, hanem megérnie is. Tehát ezt a fogalmat, hogy megérett, ezt nem ismerik sajnos Magyarországon, mint hogy sok minden mást is. És azt jelenti, hogy meg, amit mondtál az előbb, a megérés, a így van, keresztés. Ha hosszú keresztés, így van. Ugyanis lisztfüggő, van olyan liszt, amelyik 12 óra alatt is megtud, olyan liszt, ami 3 óra alatt megérő, mert nem létezik. És ilyen rapid keresztéssel dolgozik mindenki, telivágják éreztővel, és akkor gyakorlatilag egy érletlen tésztát vesz, amitől se a széketed nem lesz jó, se a gyomrod nem lesz jó, ilyen kajakómás leszel, tehát rengeteg dolgot el tudnék mondani, ami nem felel meg a jó közérzetnek. Viszont egy hosszú keresztésű, jól megérlelt, nem gluténmentes búzából készült tészta is nagyon egészséges tud lenni, vagy fenntartja az egészséget, és nem rombolja, ugyanakkor viszont jó lakottságot hoz, úgyhogy én ebbe hiszek. És a csatornán pontosan ennek a publikációja folyik, hogy miért különböztes meg egymástól liszteket. Tehát mi a szerepe annak, hogy te miből készítesz magadnak termékeket. Tehát ez a legfontosabb, az alap, utána a technológia, a metódus, hogy ezt hogyan készítsed el. Úgyhogy az eleje a lisztválasztás, ilyen nálad a glutén volt, ugye a tejfehérje is, és ugye a laktóz is. Igen.
és ugye még van ez a hisztamin is. Ez az olajban is a hisztamin egyébként, ami, vagy mi van az olajban, ha megsül? Hát, amit én tudok erről, hogy nem lenne jó olajba sütni például, aha, akkor az beindítja, illetve ezt fokozza. Egyébként, hát, ha nem... Azt látom, hogy nyilván amúgy is, hogyha ez nem ilyen lenne, gondolom, hogy meg volna, hogy hány percig, vagy másfél percig sütötted csak. Ennyi, 1 perc 15. 1 perc 15. Mert így pont jó. Hát ezek ellen speciális eszközök ahhoz, hogy jó pizzát tudják készíteni. Tehát sima sütőben a töredékét nem tudod ennek az élménynek elérni. Ezért érdemes abba időt és pénzt fektetni, meg technológiát, hogy magas hőmérsékleten tudják sütni. Mert rövid idő alatt lehet ezt a fajta állagot kialakítani. Ja, egyébként fantasztikus. Nekem egy nagyon jó élmény volt, mert jól láttam már ilyesmit, de az, hogy pont 1 perc 15 alatt ezt ilyenre készül, és így, látni, az más, ugye így ezt átélni a nyújtástól a sütés. Igen. De ugye amikor rendelsz étterembe, azt nem látod, hogy valójában meddig sül, csak viszonylag gyorsan kihozzák, hogyha mondjuk nincs túl sok vendég. Igen. Na hát egészséged örök neki. Ez egyébként ki fog derülni viszonylag hamar a gyomroddal, hogy jóban van-e, amit ettél? Igen. Még leszünk együtt egy darabig, és beszámolok. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Na hát egészségedre, és örülök, hogy, hálásak, hogy jól esik, amit fogyasztasz. Örülök, hogy hozzájárulhattam ehhez. Úgyhogy garantáltan mondom, hogy finom, legalábbis nekem ízlik. Köszönöm. Ciao.